pénzt, meg élelmet kéreget. Sötét a bőre, nincs rajta cipő. A kislányom megkérdi, apa, mond ki ő? Miért rongyos a ruhája? És hol van a mamája? Látom a szemén, érzi a megvetést, ahogy az emberek ellökik kezét. Ki ez a gyerek? Rontja a képet, nem látszanak tőle a kirakati fények. Hátrányos helyzetből jött a kis szegény, az ilyenek számára úgy sincs már remény. Rossz kor született, rossz időben, rossz helyen, egy rossz millióben. A szociológusok, hogy hova kerülnek az utcai koldusok. Túl nagy élet céljuk nincsen, kattan a bilincs és ülnek a sitten. Lehúznak néhány évet, aztán újra indul a nagybetűs élet. Ők már nem várnak és nem remélnek, nem nevetnek és nem beszélnek. Tudod-e, hogy mi az igaz Isten tisztelet? Meglátogatni az árvát és az özvegyet, elmenni a szegényhez, a nincstelenhez, és megosztani vele a kincseket. Hallja meg, hogy milyen az élet szava, nem baj, ha érződik a bőrén a szemét szaga. Lehet, hogy vedd elé a piát, de szeretetért kiált, Isten odaadta érte egy szülött fiát.